Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves tévénézőt! Önök a Családban Marad magazin 28. adását látják. Az idei év első 8 hónapjában 61.054 gyermek született, ami csaknem 5%-kal több, mint 2019 azonos időszakában, közölte még szeptemberben az akkor még család- és ifjúságügyért felelős államtitkár közösségi oldalán. Novák Katalin a Központi Statisztikai Hivatal adatait ismertetve arról is beszámolt, hogy az év első 8 hónapjában 44.832 pár kötött házasságot, ami 3%-kal több házasságkötést jelent a tavalyi esztendőhöz képest. Simon Mészáros Janka és Simon Péter Dávid augusztus 8-án keltek egybe, a családalapításon azonban már jóval hamarabb elkezdtek gondolkodni. Júniusban kiderült, hogy a pici baba is úton van, és novemberben várjuk Simon Bendegúz Mátét. És ezért szerettük volna, hogy tényleg egy családban érkezzen. A fiatalok nem csak fontosnak tartják a házasságot, de egyben azt is tudják, a családalapítás komoly felelősséggel jár. Felelősséggel tartozni azért az egy nagy dolog, és emiatt is tervezünk, most az építkezésen is gondolkozunk, elkezdtük megnézni, hogy milyen lehetőségeket ad a kormány is, és bátran állunk a feladat elé, mert azt látjuk, hogy mind a családtól is szerencsésen, és mind a közszolgálattól is megkapjuk azt a támogatást. Az országosan elindított családvédelmi akciótervet, melynek része a csok kölcsönök folyósítása, a baba váró támogatás, vagy éppen a nagycsaládosok adókedvezménye és egyéb támogatása is jól kiegészíti a gyermekvállalást ösztönző helyi intézkedés csomag. Kecskemét megyei jogúváros testülete már évek óta komplex feladatként kezeli a fiatalok támogatását. Az újszülötteknek járó városi csomag vagy a Mózes Kosár körbejár elnevezésű kezdeményezés ajándékai mellett teljesen felújított óvodákban és korszerűsített iskolákban tanulhatnak a gyerekek, és a megye székhelye a munkahelyek megőrzéséért is mindent megtesz. Ezzel is igyekeznek itt helyben megteremteni a stabilitást a fiatal családok számára. Az országos és helyi intézkedések úgy néz ki, egyre inkább meghozzák gyümölcsüket. Novák Katalin saját közösségi oldalán jelentette be, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén 52.825 gyermek született az első fél évben, ami 2488-al több, mint a tavalyi adat. A halálozások száma is csökkent országosan, így sikerült lassítani a folyamatos népességfogyást. Ezt igazolják a helyi adatok is. A halálozások és születések közötti különbség jelentősen csökkent idén. Ennek ellenére Bács-Kiskun megyében is évről évre kevesebben vagyunk. A KSH adatai szerint 2019 első fél éve óta több mint 1200 fővel lettünk kevesebben, ami olyan, mintha egy Fülöp-Jakab méretű falu lakossága tűnt volna el. Ezt a tendenciát szeretné megállítani a magyar kormány és Kecskemét városa is. Több mint 224 gyermek iskolakezdését segítette a Kecskeméti Önkormányzat számos civil szervezet, vállalkozás és magánszemély összefogása révén. A 6 héten át zajló varástáska jótékonysági kezdeményezés végén közel 4,5 millió forint értékben ajándékozták meg a koronavírus okozta járvány miatt nehéz helyzetbe került családokat különféle tanszerekkel. Varástáska néven jótékonysági tanszergyűjtést hirdetett nyáron Kecskemét önkormányzata számos civil szervezettel, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesülettel, a Kecskeméti Csakponttal, az Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvánnyal, a Kecskeméti Egyszülős Klubbal, a Trend a Lelke Vállalkozónői Reggeli és a Kecskeméti Sportiskola tagjaival összefogva. A kezdeményezés célja az volt, hogy megkönnyítse a vírushelyzet miatt anyagi nehézségekkel küzdő családok iskoláskorú gyermekeinek tanévkezdését. Mi 4 gyermeket nevelünk, 2 iskoláskorú gyermekem van, egy másodikos és egy elsős, 2 óvodás, és nekünk ez most, ugye ez a csomag, ez egy nagyon nagy segítség. Ugye a járvány idő alatt szerintem nagyon sok mindenkinek elég nagy segítség. Ugye, hogy ennek örültünk is nagyon, hogy ez a lehetőség nekünk van. A tanszergyűjtés július 15-e és augusztus 25-e között kecskeméti áruházakban, bevásárlóközpontokban és papírírószerboltokban a város 7 pontján zajlott. A kezdeményezést pénzadománnyal is lehetett támogatni, illetve vállalkozók, vállalkozások, munkahelyi közösségek, baráti társaságok is megvásárolhatták egy-egy gyermek tanszerlistáját.
Nagyon örülünk ennek az összefogásnak, és ezen kívül pedig hát a lakosság. Azt gondolom, hálásak lehetünk azoknak, akik pozitívan fogadták ezt, hogy vegyél egyel többet, akár egy füzettel vagy ceruzával, ki az anyagi lehetőségeihez mérten, hogy ők is hozzájárulhatnak ehhez a nagyon széles összefogáshoz, mert azt gondolom, hogy mindenki a lehetősége szerint, amit tud adományozni, és az érték nem elsősorban az anyagi kifejezője ennek az adománynak, hanem az az érték, amit jó szívvel, jó lelkülettel és szemlélettel hozzáad ehhez a kezdeményezéshez. A szervezők az áruházakban a tanszerek gyűjtésére alkalmas dobozokat, illetve tájékoztató szórólapokat helyeztek ki, de önkéntesek is segítették a vásárlók tájékoztatását. A szüleim szóltak, tájékoztattak erről a varázstáskagyűjtő akcióról. Ők is továbbították nekem e-mailben a maga a szórólapot. Ott tájékozódhattam róla, hogy mit kell átadnom az embereknek, és hogy tudjak válaszolni a kérdésekre. Miért fontos az, hogy a kicsi gyermek, vagy nagyobb gyermek hogyan jelenik meg az iskolában? Neked erről mi a véleményed? Hát ők kellemetlen tud lenni, hogyha tanszer hiánya miatt lemarad órai munkában, és emiatt hátrányba kerül a többiekkel szemben. Mik voltak a tapasztalatok? Először nehezen indult, nem voltak kedvesek az emberek, aztán rájöttem, hogy azért, mert nem voltam velük olyan kedves, mosolyogva kellett velük beszélni, különben az elijesztette pár embert. Akkor mondhatni, hogy egy kicsit te is fejlődtél a személyiségedben? Igen, könnyebben kérek most már segítséget is, beszélek idegenekkel, eddig nem annyira ment. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és hát nagyon jó volt látni, hogy szeretnének segíteni az ilyen gyerekeknek, akiknek esetleg a koronavírus miatt a szüleik nem tudtak dolgozni tovább, vagy alapból ilyen hátrányos helyzetben vannak. Először szórólapokat osztogattam, körülbelül 2-3 hétig. Az nagyon élveztem egyébként, mert hát rengeteg tapasztalatot is szereztem ezáltal. Aztán átmentem az irodába szortírozni. Itt is, hát sok embert megismertem, ez is jó volt. És akkor a tanszerek kiosztásánál is ott voltam. A 6 héten át tartó kezdeményezésnek köszönhetően 224 gyermek kapott ajándékcsomagot, mintegy 4,5 millió forint értékben. Az akcióhoz sokan csatlakoztak. Mi is ugye a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mivel hogy mi sem tudtuk megrendezni a Csiperó Fesztivált, és hogy így a világjárvány miatt nagyon sokan kerültek úgymond hát súlyos helyzetbe, és úgy mi is szerettünk volna segíteni, és ebbe a tanszergyűjtési akcióba tudtunk hozni ceruzákat, tollakat, zsírkrétákat, és reméljük, hogy ezzel tudunk segíteni családoknak. Ezeket a tanszereket gyakorlatilag ott az Egyesület még a 2 évvel ezelőtti fesztiválra vásárolta be, úgymond, és ezek ilyen olyan ajándékok, amit egyébként is a gyerekeknek szoktunk adni. A Varázstáska elnevezésű jótékonysági tanszergyűjtő kezdeményezés koordinálását a Kecskeméti Család és Karrierpont munkatársai végezték. Az volt a fő szempont, hogy azoknak segítsünk, akik az utóbbi időben, ugye itt március óta nehéz helyzetbe kerültek, esetleg szülők elvesztették a munkájukat, ugye a legcsökkent munkaidő miatt lecsökkent a fizetésük, tehát elsősorban ők voltak a célcsoport, hogy őket segítsük, például mint az egyszülős klubnak a tagjai. Ilyenkor azért a nagy teher hárul a családokra, hogy munkát szerezzenek, hogy pótolják azt a kiesett jövedelmet, és még ugye az iskolakezdés is ott van, ugye egy ilyen helyzetben levegyük azt a terhet, hogy még x ezer forintot, és azért ezek súlyos pénzek, mert 10 000 forinttól egészen 30 000 forintig terjedhet egy ilyen tanszercsomagnak az összeállítása, ugye függ attól, hogy mit kér az iskola, illetve egy első osztályosnak, egy ötödik osztályosnak azért új táskát kell vásárolni, és nem szeretnénk azt, hogy ezek a gyerekek, tehát hogy alapból hátrányon nyúljanak az iskolába, hogy kicsúfolják őket, hogy nem azt a minőségű ceruzát, nem azt a minőségű temperát, vízfestéket tudják használni, mint a többiek. Tehát a minőség is ilyen szempontból fontos volt. Az egyes tanszercsomagok pénzbeli értéke az iskolák tanszerlistáitól függően változott,
Az első osztályosok iskolaszerei jelentették a legnagyobb költségvetésű csomagokat, a felsőbb osztályokban már kevesebb eszköz szerepelt a listán. A város egy nagy közösség, és a közösségnek feladata, hogy a hátrányos helyzetű, elesett tagjait segítse. Különösen egy ilyen időszakban, most az elmúlt fél év azért elsősorban a járványról is szólt, nagyon sok embernek elnehezítette az életét, olyanoknak is, akik egyébként saját erőből meg tudnak élni, de elvesztették a munkájukat, csökkent a jövedelmük, tehát most hatványozottan fontosabb az, hogy segítsük ezeket az embereket. És úgy látom, hogy a város meg is mozdult, a városban élő emberek, a városban működő cégek megmozdultak. A gyermekek részére összeállított csomagok értéke a 10 000 forintos tanszercsomagtól a 30 000 forintos pakkig széles skálán mozgott. A kezdeményezést pénzadománnyal is lehetett támogatni. A felajánlásokból összegyűlt közel 100 000 forintból és a Városi Közalapítvány 200 000 forint értékű veszélyhelyzet támogatási forrásából a program koordinátorai szintén tanszereket vásároltak. 10 augusztusban született kecskeméti gyermeket és szüleit ajándékozták meg a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület tagjai a Mózes Kosár Körbejár elnevezésű kezdeményezés 15. átadó ünnepségén. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a család és a gyermekvállalás jelentőségére. A családok Mózes Kosarat, Baba Kelendje utalványt és emléklapot kaptak. A 15. alkalommal rendezték meg a Mózes Kosár Körbejár elnevezésű program átadó ünnepségét. 10 idén augusztusban született kecskeméti babát és szüleiket ajándékozta meg a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület Kecskemét főterén vasárnap délután. Ma át fognak venni egy Mózes Kosarat, egy nagyon szép ajándék utalvánnyal, és amikor a baba vagy már nem használják, kinőtte, 6 hónap után adják tovább, baráti körbe, családi körbe, ott, ahol szívesen fogadják, és ha tehetik, akkor tegyenek bele egy kis baba kelendjét is, és így fog körbe-körbe járni. Az alpolgármester kiemelte, a gyermekvállalással járó anyagi terhek enyhítésében is segítséget nyújt az évente kétszer megrendezett program, hiszen az ajándékcsomag nem csak a kosarat tartalmazza, hanem egy 30 000 forint értékű baba kelendje utalványt is. A már 8 éves kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a család és a gyermekvállalás jelentőségére. A családokat Engert Jakabni alpolgármester, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnöke köszöntötte, a kosarakat pedig Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester adta át. Az Egyesület elnöke elmondta, mivel nem tudnak folyamatosan minden újszülöttnek kosarat adni, így egy-egy eseményhez kötik a kiosztást. Az egyik időpont a Hírös Hét, a másik alkalom pedig advent negyedik szombatja. A 10 megajándékozott család önkéntesen vállalkozik, hogy részt vesz a programban. Eljuttatjuk azt a kis tájékoztató felhívásunkat, amiben minden le van írva, hogy mit kell vállalni annak a szülőnek, aki ezt a programot vállalja, és a szülészetnőgyógyászati osztálynak az ápolónői, szülésznői segítenek nekünk abban, hogy ott körbe kérdezik az anyukákat. Engert Jakabni elárulta, hogy az Egyesület tervei között szerepel egy találkozó az első Mózes Kosaras babákkal, akik idén már 8 évesek. A kormány a lehető legtöbbet megteszi annak érdekében, hogy biztonságosan induljon a tanév, és bár rendkívüli szabályokat kellett hozni, de ezek mellett a gyermekek visszaállhatnak a digitális oktatásról a hagyományos tantermi oktatásra, hiszen közösségre van szükségük, mondta az akkor még család és ifjúságügyért felelős államtitkár szeptember 1-én Ágasegyházán. Novák Katalin a község sportcsarnokában tartott tanévnyitón azt mondta, a kormány minden évben igyekszik könnyíteni a tanévkezdés nehézségeit, ezért a nyári szünetben 800 településen összesen 80 000 gyerek vehetett részt napközis Erzsébet táborban. A szeptemberben esedékes családi pótlékot pedig még augusztusban megkapták a családok. Ingyenesen biztosítják a 4000 általános iskola minden év folyamán az összesen 13,5 millió tankönyvet.
Az 1 millió bölcsődés, óvodás és iskolás gyermek mintegy 3/5 térítésmentesen vagy kedvezményesen étkezhet, és megvalósult a pedagógusoknak ígért béremelés is, sorolta az államtitkár. Az idei tanév rendkívüli szabályok között indul el, de azt szeretnénk, hogyha ismét a tantermekben tanulhatnának a gyerekek, hogyha a digitális oktatásról visszaállhatnánk a hagyományos tantermi oktatásra, hiszen a gyerekeknek közösségre van szükségük, és teljesen más közösségben, személyesen a pedagógustól tanulni, mint a digitális oktatáson keresztül. Az államtitkár elmondta, Ágas egyházához személyes kötődés fűzi, hiszen nagyapja Mohási Ferenc 30 évig volt az iskola igazgatója, nagymamája pedig tanítóként és gyógypedagógusként dolgozott az intézmény falai között. Nagyszülei olyan közösséget hoztak létre, amelynek hatása még most is érződik. A fiatalok zenélnek, sportolnak, kulturális rendezvényeken vesznek részt, és ezt a hagyományt Mohácsi Ferenc indította el 1954-ben, tette hozzá. Nagyapámról nevezték el a faluházat, ezt a sportcsarnokot, ahol most állunk. Egy ösztöndíjat alapított a család tulajdonképpen már a halálát követően, amelynek köszönhetően minden évben tudunk tehetséges ágasi diákokat támogatni, de ennek a szabályait még nagyapám határozta meg. Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke arról beszélt a diákoknak, hogy elsősorban a barátok miatt érdemes iskolába járni, de érdemes azokért az ismeretekért is, amelyeket sehol máshol nem sajátíthatnak el. Úgy, mint a csapatban gondolkodást és játszást, de megismerhetik a győzelem érzését, vagy átélhetik a vereség kudarcát is. És arra kérem a kollégákat, pedagógus kollégákat, hogy a gyermekekben lássák meg, találják meg azt a tehetséget, amihez neki kedvük van, amihez érzékük van, mert ezt csodálatos mértékig föl lehet fokozni. Lezsák Sándor, a térség parlamenti képviselője, az országgyűlés fideszes alelnöke elmondta, a Magyar Falu program, amelynek kiemelt célja az 5000 lélekszámúnál kisebb települések hátrányainak mérséklése, a népességcsökkenés megállítása és az életminőség javítása, új lehetőséget nyitott Ágas egyházának is. A programban eddig 38 felhívás jelent meg, 5500 nyertes pályázat született, amelyek révén mintegy 60 milliárd forint jutott el a kis településekre, összegezte a politikus. Füredi János Ágas egyháza független polgármestere hangsúlyozta, iskolájuk tanévnyitója egyben a Magyar Falu programban elnyert eszközök átadásának ünnepsége is. Emlékeztetett, a település 10-10 millió forint értékben egy tanyabusszal és egy traktorral gyarapodott, és szintén 10 millió forintból újíthatják fel a sportcsarnok kiszolgáló helyiségeit. A külterületi út több mint 1000 méteres szakaszának javítására 15 millió forintot fordíthattak, de nyertek 5 millió forint értékben orvosi műszereket, illetve bútorokat is, és pályáztak az óvoda tető szerkezetének felújítására is, tette hozzá. Országosan több ezer könyvet kaptak nyáróta a rászoruló családok a Könyvet otthonra program részeként. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülések koordinálásában zajló programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkársága és a kormány 100-100 millió forinttal támogatja. A csomagokba olyan kötetek kerültek, amelyeket bárki szívesen megvásárolna, igényes és tartalmas olvasmányélményt biztosítanak. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése szakmai és a Petőfi Irodalmi Múzeum anyagi támogatásával a Társadalmi Kutatási Intézet ZRT, a TÁRKI 2020 nyarán kutatást végzett a magyarok olvasási és könyvvásárlási szokásainak feltérképezésére. Eszerint 30 év alatt csaknem harmadára esett vissza a rendszeresen könyvet olvasó felnőttek aránya a magyar társadalomban. A megkérdezettek mindössze 13%-a nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen, legalább hetente olvas, egyharmaduk alkalomszerűen, míg több mint felük, 53% egyáltalán nem olvas. A kutatásból kiderült az is, hogy jelenleg a felnőtt népesség több mint fele, 58% soha vagy szinte soha nem vásárol könyvet. A lakosság negyede évente néhány alkalommal, 9%-a legalább fél évente, 7%-a legalább negyed évente vásárol könyvet, és csupán 1% azoknak az aránya, akik havi rendszerességgel teszik ezt. A könyvvásárlási szokásokon biztosan nem, de a könyvolvasás gyakoriságán némileg változtathat a Könyvet otthonra elnevezésű program. Az állami támogatással megvásárolt, a pandémiás időszakban a raktárakban ragadt könyvkészleteket a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Egyszülős Központ olyan társadalmi csoportoknak juttatják el, amelyeknek szükségük van a tartalmas kikapcsolódásra. 5-6 kötetet tartalmaznak azok a könyvcsomagok, amelyeket a Budapesti Egyszülős Központ bocsátott a szervezet helyi csoportjának rendelkezésére. Az Egyszülős Központ által kaptunk lehetőséget, hogy a kecskemét és a környékbeli családok, egyszülős családok könyvcsomagot kapjanak. A Petőfi Irodalmi Múzeum által felajánlott könyvek, a Könyvet Otthonra program keretében kaptuk ezeket a könyveket. Az ajándékcsomagok vegyes témájú köteteket rejtenek, hiszen az összeállításokat úgy találták ki, hogy jusson könyv a legkisebbeknek, az iskolásoknak, az idősebb gyermekeknek és a szülőknek is. A könyvcsomagokat az Egyszülős Központ által kiállított kártyával igényelhetik a családok. Regisztrálni kell az Egyszülős Központnak az oldalán, kártyát kell igényelni. Most jelenleg ezt a kártyát 500 forint regisztrációs díj ellenében megkapják az egyszülős családok, és ezáltal jogosultá válnak a könyvek átvételére. A Kecskeméti Klubba Budapestről 60 csomag érkezett. Mivel a családok gyermekenként kapnak egy pakkot, volt olyan család, ahova 18 új könyv került a programnak köszönhetően. Nagyon örültek a gyerekek a könyveknek, mert nagyon meg kell gondolni a szülőnek, hogyan ossza be a havi költségét, és ez nem fér bele a költségbe. Nagyon szeretnek az egyszülős gyerekeink olvasni, és a szülők is nagyon szeretnek olvasni, és így a mesekönyvekkel volt a legnagyobb öröm a gyerekek számára. A kiváló állapotú kötetek között minden korosztály megtalálja a kedvencét, ami jó hír az olvasni szerető gyerekeknek. Bajor Erik elmondta, azért szeret olvasni, mert szórakoztatják a könyvek. Szoktam nagyon sokat olvasni, és a kedvenc könyvem az Alsógatyás kapitány kalandjai. Abban van két gyerek, George és Harold, és ők találták ki ezt a nagyon vicces szuperhős, és volt egy nagyon gonosz igazgató, Mr. Krupp-nak hívták, és elhatározták, hogy egy hipnobigyóval hipnotizálják az igazgatót, és átváltoztassák Alsógatyás kapitánnyá. A Budapesti Egyszülős Központ helyi csoportja, az egyedülálló szülőklubja Kecskemét egyike annak a 10 vidéki központnak, ahol segítséget kaphatnak az egyszülős családok. Adományba kapott hozzávalókból készítettek tésztát a szupernagyik, a Cédrusnet iroda udvarán felállított nyári konyhában. A tartós élelmiszert rászorulóknak juttatják el. De ügyes vagy! Ez nem lesz számít, nagyon ügyes vagy! A 7 éves Hella is besegített a szupernagyiknak a tésztakészítésben még augusztusban a Cédrusnet iroda udvarán berendezett nyári konyhában. Nagymamáját gyakran elkíséri az ehhez hasonló programokra. Mi össze vagyunk nőve, nagyon sokat van velem, segít sokat otthon, ide is szokott jönni, mert anyukája dolgozik. A fiatal lánynak kedvenc munkafolyamata is lett a nap végére. Amikor tekerni kell, és jön ki belőle a tészta. Farkasnép Repszent Tünde, a Cédrusnet iroda vezetője, elmesélte, hogyan jött a tésztakészítés ötlete. Egy másik rendezvényen szóba kerültek a tésztagépek, és kiderült, hogy nagyon sok nagyinak van otthon, ugye a mi szupernagyjaink itt vannak most jelen, és hogy nagyon soknak van otthon tésztagépe, de nem nagyon szokta használni. És akkor Évinek jött az ötlete, hogy csináljunk egy ilyen közösségi eseményt ebből, hogy itt megcsináljuk a házi tésztát, és mivel a felajánlásból kaptuk a lisztet is, meg a tojást is, ezért mi is tovább adományozni szeretnénk majd ezt az elkészült tésztát. Szabóné Gehér Éva elmondta, hogy még nem tudják pontosan, hova juttatják el az adományt, de annyi biztos, hogy rászorulókat szeretnének segíteni vele. A szupernagyik koordinátora azt is megosztotta stábunkkal, hogyan készül a széles metélt. Az egyik nagyi rendszeresen készít tésztát otthon, a recept tőle származik. 8 tojásból készítjük a tésztát. A 8 tojást fölvertük, 1 kiló liszthez hozzáadtuk, és menet közben, mikor igényelte, akkor még egy tojást adtunk hozzá.
mikor összegyúrtuk a tésztát, ami nem kis dolog volt, akkor állni hagytuk, pihentettük egy negyed órát, utána földaraboltuk, és a tésztanyújtógéppel, mert ezt a segítséget azért igénybe vettük, tésztanyújtógéppel kinyújtottuk, egy pici száradás után pedig aprítottuk. Úgy gondoltuk, hogy most egységesen széles metéltet készítünk, mert ezt így több mindenre föl lehet használni. Szabóné Gehér Éva azt is elmondta, hogy nem tűztek ki konkrét célt azzal kapcsolatban, hogy mekkora mennyiséget szeretnének elkészíteni, de annyi biztos, hogy a nagyik várakozáson felüli hatékonysággal dolgoztak. Kicsit azért tartottunk, hogy milyen lesz, mennyit tudunk készíteni, hogy sikerül. Nem a nagyikban nem bíztunk, hanem úgy egyáltalán, hogy elegendő tészta lesz. Meglátjuk majd, hogy kiknek fogjuk felajánlani. De akkor azt el lehet mondani, hogy sikeres volt a mai program? Én úgy érzem, hogy igen, hogy a tészta mennyiségét nézem, a nagyik lendületét, jó kedvét, akkor mindenféleképpen sikeres volt a mai nap. Kedves nézőink, ennyi fért a Család magazin 28. adásába. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket. Legközelebb novemberben jelentkezünk új tartalommal. Viszontlátásra!